A kettes számban Kis Laurát. A hármas számban Angyal Klárát. A négyes számban Nitrai Vivien Kamillát. Az ötös számban Boda Gabriellát. A hatos számban Zohorák Bianca Hajnalkát. A hetes számban Szabó Noémi Klementinát. A nyolcas számban Angyal Vivient. A kilences számban Gerő Nikoletta Krisztinát. A tízes számban pedig Kele Julianna Alexát. Nagy tapsot kérnék szépen még egyszer a lányoknak. Ugye majdnem 3 hónapi felkészülés jelentett ez az időszak. Heti 2-3 próbával, sok fejmosással, és nagyon sok küzdelemmel és nehézséggel. De itt vannak a lányok, nagyon szépek, és mosolyognak, pedig biztos, hogy nagyon izgulnak, mikor mielőtt elkezdődött volna a verseny, és ott voltunk a backstage-be, szabályosan tapintani lehetett a feszültséget, de mégis itt vannak, és ugye ezt a 3 számot, ami volt, első volt ugye az utcai szerelés, a második volt a fürdőruhás, a harmadik pedig az estély, minden egyes versenyszámot túlvittek, és a maximálisat kiadták saját magukból. És megérkezett a gyönyörű műsorvezető kolléganőm is. Nagy tapsot kérek neki! Nagy tapsot kérek akkor a műsorvezető úrnak is. Hát, hölgyeim és uraim, megszületett a döntés. 2 hónap kőkemény munka gyümölcse ez a verseny. Itt minden versenyző győztesnek érezheti magát, hiszen rengeteg tapasztalattal és egy nagyon jó közösséggel gazdagodott. Szeretnék megköszönni a szülőknek, akik támogatták a versenyzőket. Nagy tapsot kérnék szépen a szülőknek. A segítőknek, akik most is a színfalak mögött segítették a versenyt, hogy zökkenőmentesen zajlódjon. A segítőknek is egy nagy tapsot, ugye az ifjúsági csoportnak. Továbbá a szponzorainknak is nagyon szépen köszönjük a támogatást. A koreográfusoknak, akik felkészítették a versenyzőket, a zsűritagoknak, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Végül, de nem utolsó sorban a versenyzőknek, akik vállalták, és henyélés nem tűrő módon a maximumot kihozva magukból fejlődtek, és készültek erre a versenyre. És mielőtt eljön az a pillanat, amikor kimondjuk, hogy ki lesz 2023-ban Miss Nyíló Akác, újra színpadra szólítanám a tisztelt zsűrit. Elsősorban szólítanám az RMDS és a Nyíló Akác Alapítvány elnökét, Nyakó József urat. Nagy tapsot kérnék neki. Sütő Stellát is nagyon sok szeretettel várjuk. Ő ugye képviselte a városkánkat 1989-ben a szépségversenyen. Rimai Renátát. Karadzsilov Maliszát. Gábor Jessica-t. És végül, de nem utolsó sorban Turuckai Henriettát. Hölgyeim és uraim, következzen a várva várt pillanat, ahol a zsűri döntése alapján megszületett a végeredmény, hogy ki lesz a 2023-as Miss Nyíló Akác. A koronát a szépségkirálynőnek ugye átadja Tóth Dalma, főszervező. Nagy tapsot kérnék neki, aki 2014-ben győztese volt ennek a versenynek. Szóval a dicséretekkel fogjuk kezdeni.
és nem a zsűri döntése alapján, szóval abban a sorrendben, amit a zsűri felállított, nem abban a sorrendben fogjuk a lányokat mondani. Szóval dicséretben részesül, de megköszönve munkáját, az nem más, mint... Kis Laura, nagy tapsot kérnénk neki! Aki ugyancsak dicséretben részesült, és újra megköszönjük munkáját, Angyal Klára! Aki szintén dicséretben részesül, az nem más, mint Zohorrák Bianca Hajnalka. Nagy tapsot kérnénk szépen neki. Dicséretben részesül Kele Julianna Alexa. Ugyancsak dicséretben részesül Angyal Vivien, nagy tapsot kérnék neki. Most már fogynak a lányok. Kérnénk egy kis dobvergést lassan. Dicséretben részesül Szabó Noémi Clementina. És azt hiszem, hogy eljött az a pillanat, amikor most már tényleg kiélezett itt a feszültség a színpadon. Szóval az utolsó dicséretesünk a zsűri döntése alapján, vagyis bocsánat, nem a zsűri döntése alapján, mert nem sorrendben mondjuk, az nem más, mint Nitrai Vivien Camilla. Köszönjük szépen! Tehát, aki a harmadik helyen végzett, így elnyerte a második udvarhölgy címet. Az nem más, mint Zi Krisztina! Gratulálunk neki! Hölgyeim és uraim! Aki a második helyen végzett, így ő lett az első udvarhölgy. Aztán, hogyha kimondom a nevét, ugye akkor megtudjuk, hogy ki lesz Miss Kiló Akász. Szóval, az első udvarhölgy nem más, mint Buda Gabriella. Magát, hogy a maximumot kihozza magából. Az idei szépségverseny győztese, vagyis Miss Kiló Akác 2023, nem más, mint Gerő Nikoletta!
többi versenyzőnek! Mindenkinek!